time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. In the house, but the lift to my vicious rule rhyme. We can rip on a tip with my boy bringing this guy. 6 óra után vagyunk, 17 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, eltűnt a fülesem, gyerekek. Igen, és nem álmodtok. És nem álmodtok. És nem álmodtok. Jól halljátok. Igen, ilyen zenék fognak menni ma egész reggel. Amit megígér DJ Otin keresztül, ugye, illetve Balázson keresztül DJ Oti, az be is fog következni. És ez csak az előszele annak, a sokborz csodálatos pillanatnak, amit átélhettek ma majd 6-tól 10-ig. Igen, ott itt mellettem, de nem akar megszólalni. Így van. Hát, most azt mondta, hogy németül beszél. Igen, kicsit. Picit finom sztáros ügyei ezért vannak, de hát meg... Igen, azt mondja, azt mondja, hogy most egy picit még ébredezik, de... Azt mondom, szóval annyit mond, hogy jól érzi magát, köszöni szépen. Nagyon jól el van Magyarországon, megkapta a kecskéket, nagyon szépen köszöni. Egy izgalmas estét töltött el itt hátul a VIP konténerben, amit letettünk neki, és nagyon jól érzi magát. Hogy azt is mondja, hogy nyaljátok eset. Nem tudom, most miért mondom. Azt mondjam, hogy csak egész nap németül hajlandó megszólalni, úgyhogy akkor ma németül beszélgetünk. Nem tudom, egyelőre balával kell, de hál' Isten a zenéket hozza. Jó, mi kifizettünk, úgyhogy remélem a felénél nem megy haza. Nem tudom, miért durcás. Most egy pici durcás. Azt mondja, hogy nem mond semmit. Valami, én nem tudom, miért van benne, mert azt hiszem, mert berakunk valami francia zenét, és rüheli a franciákat. nem szereti a franciákat, igen. Na, péntek a gyerekek, Feri már elrepült, úgyhogy mi már egy ilyen lazább napot tartunk. Szerintem nem repült el. De hát 6 órakor szerintem elmentek éppen neki is. Ja, akkor úgy igen, mert tegnap láttam, hogy ott fánkított valami tampáján még egy ilyen prémium kategóriás alfával, legalábbis azt. Igen, ma az ott volt, az volt egy újságírói bemutatás volt, vagy mi volt, oda ment? Nem kell csomagolni. Jó, hát ez csomagolás, ezt tudtuk, hogy ez kabaré. Jó, persze. Egy alfába csomagolt. Egy alfába csomagolt, így van, de ma már elment, úgyhogy ő már szeli a habokat Barcelona felé, mert hogy ő egyébként egy csónakkal ereszkedik le a Dunán, egészen a Fekete-tengerig. Nem, szóval, hogy repül Feri, mivel hát minden igaz, akkor holnap megyünk. Igen. Remélem, hogy semmi nem jön közben nálam. Van egy ilyen kis lerobbanás, nem nálam otthon, de kezeltük. Ne legyen gond. Nem, intravénás aspirin és C-vitamin, ja, és rubofen, és nem tudom, milyen adagra tettem a Wikit. Úgyhogy nem lehet gond, hát mennem kell. Ügyesen, okosan, óvatosan, jó? Én nem megyek egyedül, az biztos. Tehát, hogy persze érted. Nyilván egyedül, hát aztán megérte, hogy nem érzik. Nem fogok, hogy hívják, hogy csuroszozni. Csúroszozni? Hát tehát akkor lemaradsz egy csomó mindenről, tudod, ezt már tegnap megbeszéltük, hogy mennyi látnivaló van ott. Na, úgyhogy megyünk szerintem, és azt ígértük, hogy ugyan, hát sokan nem lesznek, mert alszotok, de 3-4-6-6 körül csinálják egy élő bejelentkezést a repülőről, így gyorsan. Várj, mert megint akar. Azt nem nézni, hát, szerintem, hogy Tannenbaum. Köszönöm, Lido? Ja. Ja? Anya azt mondta, hogy ő az arra jött, hogy zenéljünk, ne dumáljunk. Tehát, hogyha ennyi fogunk dumálni, akkor ő hazamegy, azt mondja, mert hogy ő egyébként arra szerződött, hogy ő zenélni szeretne. Na. Hogy indítsunk valami zenét, mert ő játszaná szettjét, ezt mondja. Jó, oké. Hogyha sok a duma, akkor ő viszont hazamegy, és még fél pénzt elkér, és már itt sincs, mert neki ez sértő, hogy mi most ennyit beszélünk, miközben ő itt ül mellettem, és már nyomná a zenét. Langsam bitte, DJ Oti. Was ist das? Ja, du bist der Superstar. Du bist der Superstar. Na, úgyhogy
Igen, kérdezi egy hallgató, létezik, hogy DJ Otira való tekintete Balázsba, időbe beért a rádióba. Így van, ma igen, előbb jöttem, mert itt a gyerek, előbb beértem. Hát itt már reggel 5 óra óta készenlétben vagyok, itt forró tejet csináltam, kakaót tettem bele, bevittem a konténerbe, kihoztam a pelenkát, nem értem, miért volt egy felnőtt embernek pelenkája. Fura volt. Az egyik kecske lesántult, azt is el kellett vinni, nem merem megkérdezni, hogy mi történt éjszaka. Még mielőtt nekiesik a kecskénk, mindig beszokta pelenkáztatni magát. Egy ilyen, hát most miért? A sztároknak van a kalóriai. Igen, szóval a lényeg, hogy holnap indulunk, és 3-6-6 körül élő bejelentkezés a Facebookon, jó? Jó. Ma pedig, ha minden igaz, akkor kikérdezzük azért, így a zene mellett Matusz Krisztián, aki Sport 1-en fogja közvetíteni a meccset. Hoppá! Hogy ha lát minket, akkor mondja be, hogy ott vagyunk. Igen. Egyáltalán ő hogy mit lát, és ő ugye itthon van, tehát nem kintről közvetíti a meccset, de mennyi az esélyünk, ha egy magyar zászlót fölmutatunk? Hát egy ilyen 15-10-es monitort lát szerintem. Igen. Na jó, de hát az kinéz oldalra, hogy mögé néz. Igen. Vettél magyar zászlót? Nem, ma vesszük meg. Igen? Ma vesszük meg. A bolt már ki van nézve, abba az irányba fogunk menni, Terész Krút. Kinéztem magamnak a kis bótocskát, és ma elmegyünk Mónival ebédelni valahova 4-12. Ez most nem is érdekes, nem is tudom, hogy miért mondtam ezt. Azt mondja, hogy nézni. Ja? Azt mondja, hogy jó, a früstük. Ja? Ja. Okay. Jó. Yeah. Just minute, please. Azt mondja, hogy indul. Úgyhogy gyerekek, tegyünk be egy zenét, mert elindul. Gyorsan, oké. Okay. Jó, tegyünk be egy jó kis zenét. Zsülit közben pakolja be a zenéket, de hát ez át kell nézni a setlistjét. Át kell nézni a setlistjét. Was in the red carpet? Hiányzik neki a vörös szőnyeg. Hiányzott neki reggel. A vörös szőnyeg? Mivel maradtunk egyébként ott, hogy magyar zenék is lesznek, mert magyarokat már sokat adtuk, azt hogy legyen külföldi. Azt mondta, hogy a magyar táborra való tekintettel esetleg bekerülhet néhány magyar dal, mert hogy annyira rajong ugye a magyar közönségért, és a magyar közönség annyira rajong érte, és ez az egész rajongás ez gyakorlatilag most már ki fog csúcsosodni egy tömeges orgazmusban. Na jó, akkor zenéljünk egyet, jó? Mindenképpen. Indítjuk el, hogy nehogy berágjon, és akkor utána még visszajönk el mondjuk a részleteket. Játékaink lesznek természetesen, úgyhogy egy csomó mindennel készülünk. Jó? Oké. Azt már beszélünk? Kommazin? Ja, beszélünk. Kommazin befittyen. Jó. Ez szó. Így van, kérd egy kávét. Jó, abszolút jól mondod, kér egy kávét. Hát, kér egy kávét. Jó, oké. 6 perc, 0 pontosan, 6:30 jövünk akkor a zene után. Na, azt mondta, hogy marad, akkor még egy kicsit elégedett. Elégedett, úgyhogy nem egy sehova. 2 perc, pontosan 6:30. Hogy állunk játékkal? Az? Felsentesen? Egy húsos táska kell neki még. Azt mondta, hogy a kávé mellé. A kávé mellé egy húsos. Vörös gyomorra nem fogja kivenni. Jó, ha küldenétek, vagy hallgatnátok valamilyen dalt, küldjetek el nekünk, jó? Én megpróbálom mondom, Otival lemenedzselni, ha megvan és készült ezzel a szettel, akkor megpróbáljuk nektek berakni. Jó, úgyhogy nyugodtan, amit szívesen meghallgatnátok, vagy ami tetszene, akkor nyugodtan küldjetek. Küldjetek majd el nekünk. Egy harmadik kecskét is. Egy harmadik kecskét és egy 500 eurósal felszívott némi stíviát, úgyhogy nem erre számított, de nálam nem volt más. Igen, nálam is csak kristályos nyírfacukor volt, az nagyon kaparja sajnos az órán. Igen, de egyelőre nagyon örül neki, és nem tűnt neki föl, hogy nagyon át lett vágva a díler által, mert majd amikor lecsurok hátul a stívia rájön. Igen, keletinél vettük, nem volt drága. Hogy állunk játékkal, tudja valaki, ezt mindig Feri szokta tudni. 3-1-re vezetünk? 3-1-re megyünk. De ki van kapcsolva? Feri, hogy állunk játékkal? Hagyjál már, de akkor, hogy tegnap el sem ment, akkor... Hagyjál még azt. Akkor nem, hogy ma megy, hát akkor már repül. Ma, hát figyelj, 6 óra körül kellett elmennie az aktuális vízerjárata, szerintem. Tehát azzal megy ő is, persze. Azzal megy. Látom, hogy csak pici csomagot vihetünk fel. Tehát a csővázást otthon kell hagynom. Lehetőleg ne hozzá a csővázást, hát, és akkor igen, hangsúlyozom, hogy nincs becsekkolni valónk, tehát egyből majd megyünk be a tranzitba. A tranzit egy olyan zóna, ahol útlevelet ellenőriznek, és akkor már bent vagy, csak mondom. És ott csak egy pici kézipodgyász hozhatsz. Ja, jó? Hogy az egy helyiség a tranzit, mert olvastam ezen a tranzitán, és azt hittem, hogy ő egy nemetváltó srác. És tranzit, igen, ez itt volt. Jó, hogy most már szinte, igen, tranzit. Szóval... Szóval ne hozzá nagy bőröndöt, nem akarok beállni, hogy nyomorultan ott becsekkolni, hát 600 méteres sor repülőtér, egyből elmegyünk jobbra és becsekkolunk, és bemegyünk a tranzitba. Jó, akkor jó, elég lesz. Iszunk ott egy jóféle feketét, tényleg akarok inni egy jó kávét reggel. Magunkhoz veszünk némi ételt,
Jó. Te kibontod a MyCream konzervedet, a BioMyCream konzervedet. Ne kell kibontani, egy felet viszek. Megkenyülj a zsemlédet, amit hozol. Egy jó vizes zsemlét. Egy jó vizes zsemlét, elfogyasztunk paprikával, paradicsommal, celofánon, az ölünkbe. Igen, ennyi jó zacskós kakaó. És megkeressük meg a bejáratot. Igen, megeszek. És pont mire felszállunk, addigra fosod össze magad. Jó. Nem, a zacskós kakaótól, mert Katalin is befosok, úgyhogy én nem iszom. Nem fosom össze magam, viszek magam a kókuszrudat, az mindig megfog. De meg kell enni, vagy alulról, mint a dugót be kell enni. Fele, így nem fele onnan. Fentről, lentről fújtok. Ha mindenit. Na jól van. Oké. Hát akkor elmegyünk egy picit hírezni. Jó, retronap ide vagy oda. És aztán jövünk vissza a játékkal, zenékkel, úgyhogy fél hét múlva egy perccel jövünk a hírek után. Vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, már átvettem. Hello, 9 perc a pontosan, 7 óra. Sziasztok, jó reggelt! Azt mondja, nagyon elégedett, egyelőre jól szólnak a muzsikái, és azt mondja, hogy ma csak németül hajlandó kommunikálni, nem értem egyébként, hogy miért németül kommunikál, de nagyon elégedett, és tetszik neki az, amit csinálunk, hogy kevés beszéd, sok zene, mert hogy ő erre jött, és ő a rajongóit szeretné kiszolgálni. Úgyhogy egyelőre eléged. Viszont nem, hogy speciális összeállítások is lesznek, azt mondja. És a kecskék nagyon tetszenek neki, úgyhogy lehet, hogy lesz belőle még egy kör. Így van. Úgyhogy ott egyelőre elégedett marad. Köszönjük szépen. Hát igen, ez már egy generációnak ismeretlenek ezek a zenék, és úgy tűnik, mint a borzadály lenne, valóban az. Egyébként jó helyet kapizsgáltok, ha úgy érzitek, hogy ezek borzalmas igénytelen zenék. Igen, abszolút jól érzitek, drága fiatalok, akik hallgattok bennünket 18-39-ben, hogy ezeket már nem ismeritek. Majd ami jön 7 óra után, akkor kapaszkodjatok meg, mert kaptok az arcotokba. Ez sajnos a mi fiatalságunk. Viszont innen, mi volt ez az előző fantasztikus? Ez hát ennél csak tényleg jobb jöhet. Ne, lesznek még. Ebből a mélységből felkapaszkodni. Tehát a zéro eredetiség, tehát nem volt benne semmi, ami. Ez még. 7 óra után olyat kapsz, besírsz. Na játszunk, itt van már is egy hallgatónk. Halló, jó reggel! Hello, hogy hívna? Anna Mária, vagy Maresz. Hello, itt van Oti is. Hello, szia DJ Oti, Balázs, Jani. Mondd egy csűsz, mert nem érti. Mondd egy csűsz, és akkor ő válaszol. Csűsz. Jó, azt mondja, nagyon szimpatikus a hangod, azt mondja, és nagyon kedvesnek tűnsz, mert ő is, és ott is hallgat bennünket. Most ott bejelentkezik végig az adásba. Tehát ő most beszélgetni fog a hallgatókkal is. Na, hogy tetszik a retróna? Nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Sőt, jobbak ezek a zenék. Hát a hangod alapján te is Fun Factory-t hallgattál. Már úgy értem, hogy egy korosztály vagyunk nagyjából, nem? Hát, majdnem. Még van egy pár azért a 40-ig, de igen, fiatalabb vagy. Hangod alapján sokkal idősebb neki tőle. Nem. Kivel játszanám? Veled, Balázs, veled. Velem? Jó. Azt hittem, ott van, mert ott itt is választhattad volna. Oké, jól van. Hát akkor kezdjük el, jó? Kezdjük. Jani? 3, 2, 1. Itt vagyunk. Szeretnék kérdezni, Balázs? Hát különösképpen mit kérdezek? Nincs ötletem. Kérdezz inkább te, az biztos izgalmasabb lesz. Hát minden volt eddig az eszembe, de most, hogy veletek beszélek, nem nagyon jut ezt. Bizony, ez az adásban azért sokkal nehezebb, mint egyébként élőben. Igen, mert úgy ugrál a szüvem, és még beszélni se tudok veletek. De nekünk mindegy, csak veszítsd. Az a lényeg, igen. Mi mindenkit összezavarunk, hát aztán, hogy veszítse. Köszönöm szépen legalább a lehetőséget, mert már sokszor próbálkoztam innen Erdélyből, és... Jaj, de jó. Konkrétan honnan? Nem is gond. Bihar megyéből, Margitáról. De jó, Margitáról. Telefonáltam.
Na jó, nagyon szépen köszönjük. Puszilunk. Nem messze, nagy máratól. Köszönöm szépen, puszilunk. Köszönjük, ciao, hello, 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 ciao, ciao, hello, hello. Jó van, hát ez megvagyunk, megvagyunk. Valamint német zenét nyomnunk kell majd, mert DJ Oti most németre váltott, úgyhogy... Jó, azért ne felejtsük el, hogy bármennyire is angolnak tűnnek, ezeknek a zenéknek a 90%-a valamilyen német nyelvterületről. Persze, persze, vagy még onnan is, vagy még Romániában. A Rodesz felek, bár azok ott voltak Ausztriában és Németországban. Na, majd kaptok valami finomat hét után. Jó, elmenjünk egy picit hírezni, aztán jövünk vissza. Egy kicsit beszélni is fogunk, Oti nem nagyon engedi, de felhívunk egy sportkommentárt, Matusz Krisztiánt, aki a Sportegyen fogja közvetíteni a meccsünket. Így van. És egy kicsit elbeszélgetünk vele, Első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Drága adók, hogy itt vagyunk, és hát egy retro napot tartunk. DJ Oti elfogadta a meghívásunkat, itt van, és többen kérdezitek, hogy ha már itt van esetleg DJ Oti, akkor DJ Skuló esetleg bekapcsolódhat-e? Hát ezt rögtön meg is kérdezzük tőle. Mind, Robert, van-e lesz DJ Skuló? DJ Skuló, te DJ Skuló. Sziasztok, de érjük jelmen? Amatőr is. Bébi, köszönöm. DJ Skuló. Ihabi? Hát, DJ Skuló, hamam, farkam. Nem, farkam. Azt mondja, hogy csak a farkán keresztül. Igen, hogy nem van egy lófarkos kulcstartó, és mondta, hogy csak a lófarkos kulcstartóján keresztül nem kapcsolódhat be. Ez most az ő szettje, úgyhogy senki nem szólhat ebbe bele. Ő így szerződött, és sajnos nem engedi DJ Skulót a pulthoz. Ennyi, most mert alapvetően egyiket kedvel mindenkit, akinek szakállam is fog az, mert ezért kérdebe ugye a kecskéket is, de hogy most ebben az esetben nem, sajnos ő nem. DJ Skuló körön kívülének számít. Nem tartozik a spanok közé. Sajnos nem, így van. Na úristen, srácok, ez a sám nagyon bejött, a gyerekkoromban ilyet nyomhattátok még Bálint, hát jó régen volt akkor gyerek te is egyébként. Betelt a pohár, itt a vég, reformáljátok meg ott érzését, ez hol retro? Hát ez nagyon retro, tehát ez higgyetek el, ez 96-97 környéke nagyjából, tehát ez iszonyatosan retro. Igen, annak tűnik frissnek, aki még nem élt akkor. Igen. Na, azt mondja, hogy DJ Oti Európától a végső visszaszámolást kér. Európát. Nagyon jó. Isten. Biztos volt egyébként a Final Countdown-nak is valamilyen feldolgozása, ilyen Eurodance, vagy valamilyen diszkósabb feldolgozás. 100%-ig biztos vagyok benne, azt mindenki feldolgozta. De hát igen, abszolút, persze. Az biztos volt. Az egy nagy dal, tehát azt mindenki feldolgozta. Mely jó, dam didi dam, ott feldolgoztak akkor. Du 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 dam didi dum. Hogy ne gúnyoljuk a zenét, azt mondja, hogy semmiképpen. De mert összecsomagol és hazamegy. Összecsomagol és hazamegy, igen, úgyhogy kéri, hogy legyünk szélesek, nem gúnyolni a zenét. Na, holnap elmegyünk, ugye Barcelonában. Így van, egy jó kis a Barcelona-Granada meccsre fogunk elmenni, néhány hallgatónkkal karöltve, vagy egyetemben, vagy mit tudom én. Egyetembe, de furán hangzik ez az én számból. Na mindegy, a lényeg, hogy elmegyünk, és ugye Bekonnak a jó voltából, megnézhetünk egy ilyen nagyszerű meccset. Feriek már kint vannak, elviekben már ők repülnek, azt mondja, hogy olyan 6 óra magasságában szálltak fel. Igen, hát ha nem késett két és fél óra. A fapados, akkor ők elszállt. A 2,5 órát repülünk? Uh-huh. Hú, basszus, az sok. Azért. Mit fogod csinálni, melletted meg fog őrülni? Aludni. Alszunk? Aha. Jó. Viszek egy ilyen dupla takarót. Van itt egy ilyen kockás, ilyen piknik takarunk. Kocsinak a csomagtartójába szoktuk mindig vinni, hogy ne legyenek kulancsosak. Én azon gondolkozom, hogy nem hozok cuccot, de semmit. Semmit az égvilágban. Hát mi? Fogkefe, fogkrém, tisztálkodási szerek vannak, így van, a szállodában. Bankkártya. A bankkártya az nálam lesz. Így van. Átköltözni legyen. Nem akarok, tehát tulajdonképpen nem akarok semmit hozni. Én nem hozok semmit. De tényleg semmit, se egy Gucci pucsi, semmi. Az sokkal nekem, te hülye. Nincs egy darab Gucci pucsibe. Nem hozok semmit. Hát minek? Hát ami kell, azt úgyis kint megveszem, de ilyen mindenféle olyan dolgok, amik egyébként kellenek, személyigazolvány, bankkártya, és kész, minek? Nem fog. Tiszta alsó, kettőnknek egy, azt viszont látásra, nem? Nem kell. Gyerekek!
Mi van? Látjuk Ferit, hogy hol van. Tényleg? Képzeld el, hogy... Küldött a zaherképet? Igen, most szedték össze a detoxikálóból, ezért lekést a vizérgépet. Nem, Genova felett repül mindjárt. A piros kép a Ferié? Genova felett repül mindjárt, és követed őt tényleg flight radaron, de jó. Nem sokára a tenger felett repül majd. Vagy óceán, vagy mi ez? Ja, na földközben. Vagy mi ez a nagy összefüggő kék, ami itt van ezen a térképen. Szóval nem sokára belép a földközi tenger felé, és átrepül Marseille felett szépen, és aztán megérkezik Barcelonába. Hát ez szenzációs. Mik vannak? Lehet követni gépeket? Elképesztő. Ember a Holdon? Emberek a Holdon. Na, úgyhogy te se hozzá sok mindent, jó? Nem. Csak ami kell. Tisztálkodó eszközök, meg némi fehér nemű. Egy pár tisztazokni, vagy fél pár, majd meglátom. Ja. Na, ígértük, hogy igazából nem ígértük, csak szeretünk volna felhívni Matusz Krisztiánt a Sport1-től, uh-huh. aki holnap közvetíti a meccsünket. Igen, de ő éppen hajcsizik. Mit csinál? Alszik. Ja. Ez egy mindegy, ez olyan kifejezés, amit ők használsz. Úgy értettem, hogy hajcsizik. Mert hogy ő lesz ezt a szombati Barca Granada meccs kommentátora. Uh-huh. És meg szerettük volna kérdezni, hogy mennyire lehet lálátni a Beko Páholyra, illetve mennyire lehet minket mutatni, azt nyilván nem, mert hogy átvesznek ugye egy felvételt. Persze, ő itthon ül, tehát ő nincs kint. De hogy fel tud-e sikítani, vagy kiáltani, vagy ott vannak a bariék! Valami ilyesmit. Igen. Azt mondja egyébként, tegnap már beszéltük el, hogy te mindenképpen lila-fehérbe gyere majd. Tehát, hogy vagy jó fej vagy, akkor lila-fehérbe jössz ki a meccsre. Fogadjuk, hogy a Granada színei. Nem, a Real. Igen. Tehát azok reálos színek, az akkor nagyon megvernek. Tehát az nem biztos, hogy jó. És az én hátamra se ér, hajrá, Real feliratot ragasztani. Viszont a Ferére rátehetnénk. Tényleg egy CR7 number one felirat. CR7 a király. Amikor így a Ferivel találkozunk a meccset, és meglapogatjuk a hátát, rakjuk már fel. Lejön, itt vagytok! Ja, mert ide jó, hogy itt vagy. CR7-et tegyünk már föl. CR7, király. Igen. És hát figyelj, én megnéztem, ez egy óriási stadion. Tehát, hogy ez nem is felfoghatatlan. Megébredtem, igen, és felfoghatatlan volt már egyébként a Real meccsen is, hogy űrül ki egy 20 perc alatt az egész stadion. Tehát majd látni fogod, az felfoghatatlan. Hogy vége a meccsen, és 10 perc üres a stadion. Így van, és nincs körülötte szemét, meg nincsen bunyó. Hát ez az. Hogy ezt hogy csinálják? Nagyon jó lesz. Azt nem tudom, hogy teltház lesz-e, ugye sereghajtóval találkozik a Real, de az biztos, hogy rengeteg gól lesz. Lehet, hogy fogadni nem nagyon érdemes ebben az esetben a Barszára. Nem? Hát nem tudsz rá fogadni, persze, hát nem érdemes. Na persze. Na jó, oké, azt mondjuk, hogy elmenjünk egy picit zenélni, megpróbáljuk Matusz Krisztiánt előkeríteni. Jó, hát, ha bekapcsolja magát. Nem szeretem, ha valaki elfelejti, hogy van egy megbeszélt interjúja. Hétre beszéltük meg vele? 8-ra? 9-re? 10-re? Igen? Igen. Na mindenki. Meg akartam kérdezni, hogy mi lesz, tehát hogy mire számítanak, hogy Ribéry játszik-e még ilyenek, de hát most már mindegy. Ott lesz a Ribéry. Igen. Mindenféle. Nagyon szeretem. Igen, hihetetlen. Hihetetlen gyors ott a szélen. Igen, az egyik legjobb svéd játékosok is. Mert... Na, elmegyünk egy picit megint zenélni, mégiscsak repró napot ígértünk, aztán jövünk vissza és megpróbáljuk felhívni. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Gag, 7, 8, Gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Gag, 7, 8, Gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Gag, 7, 8, Gute Nacht. Film? Vagy csak egy kicsit? Ja, du bent fel, mit már Michael Schumacher? Az is jó. Na, és Mark? Ja. Ez pedig jó. Hogy azt mondja, hogy nagyon kedveli Michael Schumachert, ennek nagyon örülünk egyébként, és hát örül, hogy ilyen érzékeny sebeket tépett fel a hallgatóimmal, mert írják, közben fordítottam neki itt az SMS-eket, hogy úristen, gyerekek, feltett kézzel táncolok, mély sebeket téptek fel ezzel a zenével, mekkora zenék, újra fiatal vagyok, basszus, Oti, egy évjáratúak vagyunk, most megint tinédzser vagyok, Jézus Mária, Atya Isten, a szőr feláll a hátamon, megyek szőrtelenteni, ezeket lefordítottam, és Oti nagyon büszke, úgyhogy örül, és jól érzi magát, gyerekek, egyelőre marad, azt mondja. Igen.
azt mondja, hogy marad. Itt a Werther itt most a lábával, és közben így le lehet olvasni a kis szájára, hogy was is dos, was is las, was. Ich möchte gerade natürlich auch nicht. Haben wir schon Familie? Die eine möchte nicht sein Lieber wollen? Mamen und Kinder. Mamen und Kinder. Ah, ja, Mamen und Kinder. Azt mondja, hogy a gyerekeivel és az anyukájával nagyon sokat hallgatja otthon a szettjeit, és ő nagyon boldog egyébként, hogy karácsonykor is adhat egy ilyen otthoni kis szettet. Wie fandest du das? Sehr sexy. Ja. Meine kleine Therese? Igen, hogy a kis Therese nagyon-nagyon szereti, hogy ő az, aki jobban oda menő, a kis Johannyma. Hát azért vannak gondok, mert őnél a beficen időnként egy-két rokkosabb tétel is. Igen. Na, gyerekek, mi kérünk elnézést a következő vendégünktől, mert egyszerűen hülyék vagyunk. Szóval ezt be kell ismerni, férfinak kell lenni. Rossz számot hívtunk, és ezért gondoltuk azt, hogy Matusz Krisztián ki van kapcsolatban, de nincs. Csak elírtuk a számának a végét, rosszul írtuk föl, és 25-öt hívtunk, de az ő száma 26-ra végződik. Nagyon jó. És emiatt mi a 25-ös próbáltuk végig fölébreszteni, aki nyilván ki van kapcsolva, ami nem baj. Aha. Viszont Matusz Krisztián nincs kikapcsolva. Tök jó. Már itt is van velünk. Hello Krisztián, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt kívánok! De hogy nem adásban szittunk. Figyelj, mi elmondtuk, hogy mi nem szeretjük, ha a vendég ki van kapcsolva, nem tudom, de felmentünk. Elnézést kérünk, mi vagyunk a hülyék egész egyszerűen, mert egy rossz számot hívtunk. Te végig be voltál kapcsolva, és aztán... Itt ültem remegő kézzel. Igen, mert drága kollégád elküldte, vagy kolléganőd elküldte a te igazi számodat, én összevetettem az adásmenetben, és kiderült, hogy elírtunk egy számot. Úgyhogy semmi baj, ez Julinak mínusz 20 ezer a hónap végén. De nincs ezzel baj. Ne törődj vele végig. Ezzel neked nem kell foglalkozni. Két gyerekük van, és a férje munkanélküli. Na, te közvetíted holnap a meccsünket, tényleg? Igen, igen. Wow. Magam is meglepődtem kissé, amikor néhány nappal ezelőtt felfedeztem ezt a beosztásban. Igen, ez ugye vasárnap lett volna. Korongot szoktál, vagy? Miért szépen meg? Két teniszmeccsem lesz még szombaton. Úgyhogy csak Bécsi, utána. Bécsi 500-as tornáról közvetítesz esetleg? Bécs vagy Bázel, igen. Bécs vagy Bázel. Bécsben ott Möri még benn van. Azt nem igen, van meg még, is benn van. Igen, egy barátom megy rá kik vasárnap, remélem, hogy ő játszott. Szoros volt a legutóbbi meccse, de igen? Behúzta, igen. Na, ugye ezt vasárnapról tették át szombatra egyébként ezt a meccset. Barcelona Granada. Mondtam a Janinak, hogy ő lila-fehérbe menjen mindenképp. Az ő ötlet, nem? Ugye? Nagyon, pont, hogyha valamit kell javasolnom, akkor azt szerettem volna, hogy lila-fehérbe semmiképpen, meg a CR7-es pólóitokat hagyjátok itt, ha a Cristiano Ronaldo-hoz képest, mert azt állítok nem szeretik arra. Amúgy más nem hiszem, hogy nagyon szúrná a Barcelona szurkolók szemét, ahogy ismerem őket. Meg hát ez egyik főszponzornak a meghívására fogunk ellátogatni, ugye a Kopáhoiba. Igen, ő voltuk. Nem biztos, hogy annyira örülnének neki. De valószínűleg nem örülnének. Igen, mert hogy ők Barca drukkerek egyébként. Te ugye nem vagy kint a helyszínen, te tévén figyeled a közvetítést. Igen, többnyire így van ez a bajnoki mérkőzéseknél. Milyen jó lenne, mindig kivinnének egyébként, nem? Igen, és milyen praktikus lenne a televízió számára, hogy egy olyan 400 riportert kéne alkalmazni egy mérkőzésre. Igen, de milyen jó lenne. Igen, egy fél karét megtöltenének a riporterek. Hát figyelj, mennyire lesz izgalmas ez a meccs, hogy mit váratunk, mert ugye most jelenleg ugye a Primavera Divízió harmadik helyén áll a Barca, és ugye az utolsó helyen pedig a Granada. Tehát, hogy azért itt, hát ha az esélyeket kellene latolgatni, akkor sokan nem tennének a Granadára. Köztük én sem. Nem tudom, hogy mitől ilyen gyengék egyébként ebben azért, mert még nincs is győzelmük, de amire számíthattok, és szerintem az egy örömteli dolog, hogy egy gólgazdag mérkőzésnek ígérkezik. Tavaly volt egy 4-0-ás, meg egy 3-0-ás Barcelona győzelem. Egyébként a második, amit idegenben játszottak, azzal nyerték meg az utolsó fordulóban a bajnokságot. Tehát egy nagyon kiélezett történet volt az előző szezon vége. Meg az is talán alátámasztja azt, hogy gólgazdag meccs lesz, hogy a Barcának elfogytak a védői. Mindenki sérült, négyen vannak négy helyre, úgyhogy még az is elképzelhető, hogy még granadai gólt is láttok. Uh-huh. De nem nagyon érdemes kimenni a büfébe, vagy pössenteni közben, mert lemaradtunk egy-kettőről. Szerintem igen. Aha. Szerintem egy-két perc leforgása alatt itt nagyon csúnya dolgok történhetnek, főleg a vendégcsapattal. Hát ha csak a tényeket nézzük, akkor a Barca rúgott eddig 29-et, a Granada meg 8-at. De így van, viszont kapott 23-at. Atya úr is. Hát akkor ez egy gólzáporos mérkőzés lesz. Én azt remélem, és nem csak a miattatok, azok miatt, akik kilátogatnak a meccsre, hanem egy kicsit saját magam miatt is. Igen. Hogy a késői órára tekintettel majd jó sok gólt látunk. Figyelj, te, ha ott van egy magyar zászló, és azt mutatják, akkor akkor kiszúrod nyilván. Nem azért, hogy ismered a magyar zászlót. Hogy? Hát nyilván olyan szögben, hogyha megírjátok nekem, megmondjátok, hogy nagyjából hol ültök a kispadokhoz képest, akkor különös figyelemmel tekintek arra a részre, de én akartam is javasolni, hogyha visztek zászlót, akkor mindenképpen mutogassátok, amint lehetőség van rá, mert kiszúrom, bemondom,
De jó arc vagy. Jó, hát Jani hoz egy magyar zászlót. Reméljük az lesz, és nem verik át, és tényleg magyar zászlót bontunk majd ott ki. Nem valami más, úgyhogy mi tervezzük, csak akkor próbálj minket észrevenni, és akkor mondd be, hogy ott vagyunk, jó? Ott hát rázzuk a zászlót. Jó, legyen így. Egyébként kicsi stadion, tehát biztos megtalál benneteket a kamera. Biztos. 99 000-es. Atya úristen. És van egy Barca himnusz, amit minden meccs előtt elénekelnek egyébként. Ezt tegnap meghallgattuk, ez nagyon jó. Valószínűleg nem biztos, hogy még a közvetítés alatt, lehet, hogy még amikor nincs élő közvetítés, de hogy gondolom, ez egy ilyen bevett szokás maga a Barca himnusz eléneklése, nem? Igen, sőt, meccsek végén, győzelmek alkalmával, tehát akkor ezt kétszer fogjuk hallgatni. És a többi, úgyhogy elég gyakran hallottam. Atya úristen. Hát az olyan hidegrázós élmény egyébként, amikor ott áll az ember ez élőben, 90 000 ember. De egyébként nyilván egy érzelmi kapcsolatom van a sportággal, de tehát először egy ilyen stadionban járni, szerintem ez már önmagában egy hidegrázós élmény lesz. Igen, hát én nem vagyok egy nagy foci szerető egyébként, ezt bevallom. Csak hogy irritáljam azokat, akik életükben nem jutottak el még Barca meccsre, viszont Barca drukkerek, és most mondták, hogy anyádat. Most mondták ki, hogy anyádat, rohadjál te meg. De hogy amikor én Real Barcán voltam, ezt elmondtam tegnap, és ott előkerültek a fehér lobogók, ugye ott mindenki ilyen fehér zászlókat renget, mint Real Drucker, és elkezdtek énekelni, egyszerűen nem hiszed el, hogy hol vagy. Szóval, hogy olyan energia, igen, és olyan hatás, és olyan benyomás az emberre, hogy az valami elképesztő. Hát, nem kell foci drukkernek lenni, tényleg ráz a ideg. Engem meg mindig megtalál az eufória, hogyha vannak hidegtálak, és itt lesznek. Jó, ha elmersz tenni egy darab sonkatekercset a zsebedbe, megöllek. Jó? Ha azt látom, hogy a kaszinó tojás nyomkodott bele a zsebedbe, nagyon jó. Előveszed a kis ételhordódat. Miért a csúrosz? Ne lettél még el. Jó, Krisztián, figyelj, akkor visszük a magyar zászlót, jó? Próbálj bennünket valahogy kiszúrni, és nagyon drága, hogyha bemondott, hogy ott Bali Jani Feri ott lengeti. Ott vannak a magyar fiúk. Vagy egyébként annak dacára bemondom, hogy meg kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem örülök, hogy konkurenciát gyártotok nekünk, tehát ez a vetélkedés nagyon jó volt, de hát nagyon ügyesek voltak, és egyáltalán nem volt könnyű a feladat, amit végre kellett hajtani. Na most van az, hogy annyira nagyot estem le arról a bizonyos lóról, hogy beakadt a lábam a kengyelbe, és húz a ló. Hát hallgat nem a tudom, bekos játékunkat, és tudja, hogy... Ja, a bekos játék! Ja, a bekos nem játék! Nem kell olyan messzire menni egyébként. Csak fogalmam nem volt, miről beszélünk, de visszaültem arra. És ja, milyen jók voltak? Jók voltak, és ez egyáltalán nem könnyű. Tehát, hogy egy elképzelt szituációt ilyen lelkesedéssel ordítva a szomszédokra és mindenféle járókelőkre tekintettel nem léve elmondani és kiabálni a végét, ez iszonyatosan nehéz. Igen, de nagyon, nagyon jól nyomták. Jól van, Krisztián, akkor visszük az ászlót, figyelj bennünket. Jó, sport egy, okay, ugye? Jó, sport egy. Sport egy, így van. Sport egy. 45 körül kezdődik. 20-45. Jól van. Oké, okay, köszönjük szépen. Vigyázz magadra. Köszi, Matusz Krisztián. Köszönjük szépen. Ciao. Na, akkor hol vedd meg az ászlót? Mindenképpen. Jó? Mindenképpen. Vedd meg az ászlót. Örülök neki, hogy a Barcához megyünk, mert ez egy gazdag csapat. Most látom, hogy a második helyen egy olyan csapat áll jelenleg, ahol se kanál, se villa. Mi van? Címerükben van valami? Ne, Sevilla. Ja. Jézus, hát csak úristen. Az étkezletet ne lop majd el. 8:04 perce jövünk mindjárt a hírek után. Azt mondja, hogy ez csak egy kis ízelítő volt, tudna még többet nyomni, de igazából most egy ilyen könnyedebb vonalra megyünk majd át, illetve kérdezi, hogy Was machst du? Was kostet denn? Was schaffst du denn? Na, gerne. Ja, danke.
Ja, virgeh, ja, hogy magyar zenét akarunk-e, azt is kérdezi Oti. Azt mondta, hogy ma csak németül hajlandó kommunikálni, úgyhogy átválthatunk majd egy ilyen magyar blokkra. Igen, esetleg akár, a hírek után. Jó, váltsunk át. Azt mondja, hogy nagyon szépen készült egy magyar szettel is. Én nagyon örülök neki, hogy ezt a számot beválogatom. Hát ez nagy klasszikus volt. Blümchen Bicycle Race. Biztos vagyok benne, hogy most rengeteg nagyon boldog Queen rajongó van az országban. Blümchen, mekkora volt Blümchen? Úristen. Na játszunk egy ott, mert itt is van a hallgatónk. Halló, jó reggel! Jó reggelt kívánok, sziasztok fiúk! Jó reggelt, szia. Hello! Krista, honnan hívtál minket? Én Egerből hívtalak benneteket. Ott volt a kitelepülésünkön? Igen, igen. Szerettem volna játszani, de sajnos nem sikerült, pedig a kislányom olyan jól fejtett a bocit. Így jártunk. A bocit? Nem bocit. Otit, a bocit. Bocit. Aha. Mit szólt így Oti válogatásához? Nagyon jó, úgy jó. Imádom. A kislányom 6 éves, és így tombolunk a nappaliba. 8-tól fél 9-ig klasszikus magyar blokk, azt mondja, Oti, erre megyünk át, és fél 9-től 9-ig egy ilyen klubmix. Klubmix, vagy az lehet, 9-től egy ilyen klubmixet adunk még. Szuper. Amikor ilyen nagy klubindulók. Most ez egyelőre ez az étlap, aztán meglátjuk. Jó? Most 8-tól átállunk a magyar blokkra. Jó lesz. Mit szeretnél, vagy mit hallanál meg a magyarok? Kit hallgatnál meg a magyarok közül? UFO! Dusz, mi szállt UFO? Ez nem. Ja, azt mondja, nagyon szívesen ad. Szóval nagyon szívesen ad egy UFO-t. Az ő is látott már tegnap egyet az égen. Jó, UFO-t szeretnél. Jó, megnézzük akkor, mit tudunk tenni. Jó? Köszi, Oti. Oké. Vitesen. Mondja, nagyon szívesen, nagyon szívesen. Nagyon szívesen. Nem értem ezt a németet, hogy most miért akar németül kommunikálni, de ma valahogy így ébredt. Száralőrök, de nem szabad megbántani, mert akkor hazamegy. Híres emberünk van már csak. Híres ember, próbáljuk meg. Próbáljuk meg, jó. Mutatom neked, fél percet van, figyelj, így szól. Az állam 4 sebes. Még egyszer kérhetem? Az állam 4 sebes. Sebes? Még egyszer kérhetem? Persze. Az állam 4 sebes. Sebes? Biztos? Az állam 4 sebes. Zsálab. Zsálab? Zsálab 4 sebes. Ki lehet ez? Ki lehet ez? Balázs, Sebestyén Balázz. Igen. Én? Hát miért lennek én? Zsálab 4 sebes. Biztos? Gondold át? Zsálab 4 sebes. Itt vagy... Hát valamilyen Balázs. Igen. Na de milyen Balázs? De milyen Balázs lehet? Az? Gondolod? Havasi? Én? Nem tudom, leblokkoltam, és olyan nehéz rendesen hallani. Mit mondtál az előbb? Hát Sebestyén Balázs. Na jó, elfogadjuk. Na, legyen. Nem is tudtam erről egyébként. Nem tudtam erről, de teljesen abszolút meglepetés volt. Igen. Jaj, köszi Balázs. Mit köszön, szintén túl voltál? Nem nyertem veled, a fekete-fehér igen, nem, de igen? Most sikerült. Most se sikerült, mert időn túl voltál. Nem sikerült? Nem. Képzeld el. A múltkor se nyertél, jó, hogy most se. Most időn túl voltál, de hát most döntsön Oti. Döntsön Oti. Oti, Lici. Ezt nem érti. Nem mondták, hogy ezt mi? Jébis elkezdeni. Vinnetszön az élmény? Megadja! Azt mondja, megadja! Köszönöm! Olyan boldog vagyok! De rendes ember! Csak a gázsia nagy, de egyébként aranyember, igazából. Jó, küldjük neked, akkor megvan az ajándékcsomag, jó? Köszi, nagyon aranyosak vagytok, imádlak benneteket. Jó utat! Mindannyiótoknak. Köszönjük. Magatokra. Vigyázzunk. Fogunk. Nézd este a meccset, mert integetni fogunk. Magyar zászlóval ott leszünk. Mindenképpen nézem. A fiam nagyon nagy Barca rajongó, úgyhogy ott leszünk a tévé előtt. Akkor ezek szerint holnap a Barca játszik. Jó, oké. Ezt nekem jó tudni. Nagy rajongó a fiad? Igen, nagyon-nagyon nagy. Jó. Mi nem, mégis ott leszünk. Helyette is. Köszönöm. Hány éves? 12. Jaj, hát. Csókoltatjuk, mondd meg neki. Előtt. Köszi. Diáknapok vannak, úgyhogy. Jó, hát akkor. Már ott van. Akkor már nem tanul ma diáknapozik. Ma nem. Puszi, köszönjük. Ciao, ciao. Sziasztok. Hello. Volt ott egy pici is. Igen. Na, akkor átmenjünk a magyar blokkra. Menjünk át a magyar blokkra. Jó zenélünk, akkor jó zenékkel indulunk, és akkor legyen egy 8-tól fél 9-ig régi klasszikus nagy magyar blokk. És csak magyarok? Hát, legyen fél 9-ig egy magyar blokk. Jó. Hát a szokásos merítést tudjuk nagyjából, de azért azt szeretjük. Még jöhetnek szóval. Csak Happy King ne legyen részt. De hogy nem. Nem azt mondja, hogy Happy King? Hogy nagyon szereti. Azt mondja, nagyon szereti. Engels lófasz? Hogy? Engels lófasz. Azt mondta, hogy nem lesz. 2 percről 8 óra jövünk a hírek után.
awesome, yeah. Well, yeah. Oh, there is an. Mire pensa lei anche al fida? Oh, what is that? Silver kula. Az mi volt az a három? Yeah. Az a három, az a három fiú, aki nagyon jól tetszett. Igen. Yes, yes. Oh, in the, I think we should make it for a club. Abszolút. Kinek tűnik? Oh, hip hop zenekar. Oh, ultra. So, tud ilyet is. Azt mondja. Hmm. Ezt is nagyon szereti. Switching my mind back into freak mode. If you won't skirt, sit back and observe. I just left a gang of those over there on the curb. Well, that make your life better. Okay. Do the right thing. Do the right thing. You got to do the right thing. Your behavior, little rugrat. Take a little tip from the tabloid, because I know I'm not paranoid. When I say I saw you trying to mock me, now you and your crew are on a mission trying to haunt me. Out on bail, fresh out of jail, California dreaming. Soon as I step on the scene, I'm hearing hoochie screaming. Fiending for money and alcohol, the life of a West Side player with callous eye and a strong ball. Not the movie, they're here to tell. The limousines and pails of money they'll make like a pro. I'll be like, yo, black disclaimer to take. Well, yeah. I have to show the time is fair. I just want to put the songs to yeah. me. So wick, whack situations like this. I now hate to give me smiles. I'm just saying, I'm getting a little bit. And I'm just saying, Szóval azt mondja, hogy vége van egy újabb blokknak. Igen. Vége van a funky rap blokkjának. Nagyon jó. Úgyhogy menjünk majd tovább valami mással. Nagyon. Ebben még nekem is volt kedvencem. Egy-kettő. De miért? Az Splash, az Splash, az Mahu. Hát igen, tehát az csak Sárévi miatt. Nem, igen, Sárévi már a második Splash volt, hogy a harmadik, mert emberek kezdett. Na, itt vagyunk 5 perc, pontosan 9 óra, hello mindenkinek, drága hallgatók, retro nap van. És hát DJ Uti hosszú-hosszú egyeztetés után elfogadtam meghívást. És jól érzi magát, pozitívak a visszajelzések, úgyhogy úgy néz ki, hogy marad. Úgy néz ki, hogy marad. Tízig nem sértődött meg, nem durcás, nem akar hazarepülni a magángépével Ibizára. Úgyhogy egyelőre rendben van. És valamiért ma úgy ébredt, hogy németül beszél, ez nem egyébként nem baj. Valószínű, hogy kicsit skizoid a csávó is emiatt, de nem tudom. Szentszpájzen? Yeah. Hogy te lesz egy koncert Bázelben, ha jól értek. Így van, pontosan. Nagy nagyon szét a bázeli koncertje, 10-kor ki kell lőni. De már átutaltuk a lóvét, úgyhogy igazából megbújunk. Na, 9 után... 4-10 jön, azt mondta. Így van, hogy 4-10 jön, egyrészt kettő, hogy... azt mondta, hogy legyen egy kis ilyen kis klubhimnuszos, diszkós, dances rész, és akkor utána még egy-kettő úgy stílus jegyektől függetlenül dobáljunk be egy-két dalt, még azt mondta. Uh-huh. Mert ugye most azért blokkok voltak. Magyar blokk, meg ez a funky blokk. Igen. Meg előtt egy-két nagy klasszikus, hogy 9 után egy-két diszkó, ilyen klubhimnusz, és akkor utána még ami jön. Ezt jó? Mondta? Ezt mondta. Jó. Hát most tényleg, hát ezt ennyit értettem, nem értek. Jó, hát most nem vagyunk perfektek. Így van. Aha. Ezt mondja, hogy ez jön. Na, megmutatjuk, hogy mi a hármasugrás mix, mert azért hármasugrás játszunk, figyelje mindenki.
Na, ebben is van retro. Jó, úgyhogy 9 után pedig tényleg akkor egy olyan mixel jövünk, ahol stílusjegyek nélkül, illetve különböző stílusokból és évszakokból, vagy évszámokból dobálunk be dalokat. Jó? Még egy-két nagy kedvenc akkor. Igen. Úgy látom, hogy egy régi UFO lemezborítót nézzük egy belőről. Igen, az? Jungfrau, Cynthia, Brutal Deep Chastity. Ja, hogy így van, azt jól látod, azt mondja. 3 perc, pontosan 9 óra jövünk a hírek után. Ez az utolsó a klub szettjéből, és akkor utána még egy-két nagy klasszikus. Mit kell mondani? Nem érdekli. Azt mondja, nem még illik a hallgatók. Na, az, hogy egy klasszikussal, egy nagy klubhimnusszal szeretné zárni a szettet, azt mondja Oti. Best of helyett még egy nagy klasszikus, az már kortól, időtől, stílustól függetlenül, azt mondja. Jó, nagyon jó. Na, ez jó volt. Fél tíz lesz. Pontosan 5 perc van, álló mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk. Hát retro napot tartunk, és ígértük, hogy nem fogunk túl sokat beszélni. Sokkal inkább zenélünk, így hangolunk rá mindenkit, ugye, hogy most 4 napos munkaszüneti nap jön. Mi ugye holnap elmegyünk Barcelonába egy napra, és 3-6 környékén ígértük, hogy élőben bejelentkezünk, csak hogy megnézzétek, hogy János on the repülő, ami... János on the repülő projektünk, az holnap 3-6-kor elindul, és hát János nem az a nagy repülős típus, ült már repülőn, de azért ez mindenféleképpen kuriózum, úgyhogy holnap 3-6-kor azok, akik éppen tartanak haza buliból, vagy sikerül felkelniük, nézzenek be bennünket, mert megígértük, hogy a napi posztot tudjuk egy élő bejelentkezéssel, hogy becsatolja magát, ül az ablak mellett, és várja, hogy felszálljon a repülő. Aztán azt mondják, hogy ez nem az én székem. Igen, aztán átültetnek, és mondják, hogy az összes ellopott prospektus, tedd vissza, légy szíves a háttámlára. Még nem számunk fel, nem orkolászom mellett ülő hölgynek a lábát. Igen. Aztán, ami igazán nagy durranás tud lenni, lehet, hogy tudunk majd szombat este a Barcelona Granda meccsről is közvetíteni. Igen, az, ami gondolkozom, mert nekem a 3G-m az külföldön haldoklik, nem tudom miért, pedig minden csomagot megrendeltem, lehet, hogy csinálunk videót, és akkor majd utána, majd utána simán élő nélkül földobjuk. De kaptuk-e ígéretet? Hogy? Hogy ott lehetünk a meccsen. Például. És hogy kétszer is vettek a sonkatekercsből. Milyen ígéretre gondolt? Hát arra, hogy a közvetítés közben majd felhívják ránk a kedves nézőknek a figyelmét, mert ugye a közvetítésre fogjak. Melyik televíziós csatorna? A Sport 1 közvetíti. A Sport 1, a meccset. Igen, fel is hívtuk Matusz Krisztiánt, ugye? Így van, és a Krisztián azt mondta, hogy ha látja, hogy mi ott lóbáljuk a Bekupáholyban a nemzeti színű lobogót, akkor a mi nemzeti színű lobogónkat, nem a spanyolok. Így van, ma viszünk egy magyar zászlót. Akkor azt valamilyen formában jelezni fogja. Elmondja, hogy azok mi vagyunk. Vannak magyar szurkolók is a Bekupáholyban. Akik nagyon lelkesen drukkolnak. Igen, Feri már kint van, egyébként küldött fotót landolt. Azt írt, hogy még mindig tapsolnak, mármint a repülőm, és ő már megérkezett, úgyhogy kim van. Igen, ezt akartam még mondani. Hogy Jajs Jani a Facebook oldalunkon kim van egy fotó, hogy Jani mennyire szereti a retro napot. Igen. Már egyszer Nicsi Oti pont kiment a budira, amikor elkészítettük ezt a fotót, hogy ne sértődjön meg. Azért azt érdemes lenne tényleg, vagy lett volna megnézni így kívülről valakinek, hát mindenkinek, gyakorlatilag az összes hallgatónk nyilván kíváncsi lett volna egy ilyenre, hogy vannak benne 4 a stúdióban. Egy ember a pultra dőlve,
próbálja meg túlélni az egészet. A másik három, hát ez nem a te világod. Nyüzsög a monitornál, és egymás szavába vágva vitatkoznak, hogy ezt vagy ne, ezt kevés, hogy nem most kever rá, majd egy picit később kever rá, azt semmiképpen ne hagyjuk ki, azt is hagyjuk, hogy ne az gagy, ne ez a király, de hogy király. Hát mondom, miket írnak egyébként, elképesztő. Úristen, itt ülök az autóban, hallgatlak benneteket, életem zenei. Nem kapcsolok el, hűséges hallgatók vagyok, ez egyszerűen fantasztikus. Egyedül vagyok a varodában ezekkel a retro zenékkel, életem sötét korszakát élem át újra, a házasságát. Aztán csodás ez a mai nap, ez a retro buli, imádom. Úristen, mekkora zenék, nem tudok kiszállni a kocsiból. Fiatal korom legszebb zenéi, itt ülök a kocsiban, és gágog a bőröm. Na, én pont ugyanezt éreztem. Igen. Aztán, hát elképesztő sok SMS egyébként. Szeretném még megkérni benneteket, hogy maradjatok esetleg Csavinál, vagy vegyétek rá legalább, hogy ő is ilyen zenéket játszasson. Úristen, de rossz lesz, ha esetleg nem leszek, nagyon fogtok hiányozni, imádom ezeket a zenéket. Reggel 6 óta áll a szőr a karomon, ezért érdemes volt felkelni, király ez a nap. Imádom a retro napot, köszi Anikó. Úristen, ezek a szép régi idők, imádtam ezt a dalt, a Sziget-Szent Miklósi idők jutnak eszembe. Igen, hát ott volt egy diszkó, azt annyira nem szeretjük. Az annyira nem volt jó hely. Sziget-Szent Miklósi Speed Disco. Vajon miért hívták Speednek? Ugye? Mert gyorsan le kellett lépni, mint nem baj volt. Ha azért lett volna Speed. Úristen, és működhettek ilyen szorokozók Speed néven, érted? De elképesztő. Töké az a retronom. Majdnem az előző munkahelyre mentem dolgozni. Annyira jó. Gyerekek, imádom. Szóval, hogy szeretitek, hál' Isten. Most akkor még gyorsan lejátszok a hármas ugrást, akkor tízig még nyomunk egy-két, mondom, kortól, stílusjegytől függetlenül, csak így bedobálunk még egy-két nagy klasszikust. Jó. Azért DJ Oti is érezze még, hogy nem csak átbeszéljük az ő 9-10-ig tartó óráját, hanem zenélünk még. Jó, de előtte játszunk egy hármas ugrást, már itt is van a hallgató. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Szép jó reggel, sziasztok, srácok! Szia. Jó reggel, csáó, hogy hívnak? Dávid. Dávid, honnan hívtál minket, Dávid? Balaton-Almádiból. Almádiból, és mit csinálsz Almádiban? Jelenleg itthon ülök, mert egyetemista vagyok, és hát sajnos elmaradt az első két órám, sőt, az összes órámmal. Komolyan? Komolyan, amúgy igen. Nem mentél be? Ne. Hát egyetemben már csak akkor tud elmaradni, az ember nem megy be, mert ott már... Nem, itt tegnap szólt a tanárnő nagyon kis kedvesen, hogy hát sajnos elmaradnak az órák. No, hát az akkor jó. Hát igen, élvezem. Főleg így, hogy még retro számokat is toltok, tehát azért ez így elég király péntek. Mit szólsz a kis szettünkhöz? Hát Annával beszéltem régen, amúgy képzeljétek el, srácok, egy másfél évig egy helyi rádiónál dolgoztam, és retro műsorom volt az egyik legjobb barátommal, és hát külön köszönöm nektek a mai. Na de várj, így a hangod alapján nem vagy azért egy ilyen 30-as, 40-es korosztály? Na igen, ilyen 50-es, nem? Fiatalabbnak tűnsz, nem? Mikori vagy? 96-os vagyok. Hát akkor ezen kell nem retro, hát akkor születtél. Bár hát retrónak retro. Jó, de én ezen nőttem fel, a szüleim rengeteg ilyet hallgattak, és akkor ez így bennem maradt, és így én zenéleg mindenre vagyok. Két lábad? Érted, mire gondolok? Én akkor 96-os vagy, én akkor voltam 19 éves, tehát te az én gyerekem lehetnél. Aha. Akár Balázs? Az vagyok, szia! Apa, végre elértelek, végre megvagy. A táncreakcióval az almádi passzúj diszkóban. Én már akkor elapadtam, én nem lehetek az apád. Atya úr is, itt tartok, hogy egy 19 éves gyerek, vagy egy fiú, a gyerekem lehetne. Atya Isten. Hát most... igen, senki sem fiatalodik, tudod. Nem, hát most egy picit megijedtem. Na nézzük a kérdéseket. Melyik ország fővárosa Ljubljana? Úgy bizony. Szlovénia. Az az, igen. Menjünk tovább. Persze. Melyik világhírű énekes és slágerei? Azt mondja, Hurt, Candyman, meg Jeannie Battle, vagy mi az? Christina Aguilera. Aha. Christina Aguilera. Christina Aguilera. Aguilera. Jeannie Battle. Az volt az első nagy slágere. Így van. Menjünk tovább. Menjünk, próbáljuk meg. Melyik a naptól legtávolabb keringő óriás bolygó? Becsapós. Igen, mert a Plutót nem számoljuk, ugye? Így van. Akkor? Nem, hát. A Plutót nem számoljuk, akkor a Neptunusz. Nagy, de jó vagy, hát mindent tudsz. Ennyi. Hát egy egyfélelős műsorvezetőnek tudnia is kell. Nagyon jó vagy. Ki kellett beszélni azokat a figyelme, mégis csak egyetemre járok, srácok. Nagyon szép. Mondjuk köze nem volt a tanulmányaimhoz, de hát. Megvan akkor az ajándékcsomag, úgyhogy küldjük neked. Jó? Nagyon köszi. Köszönöm szépen. Köszi, hogy minket hallgatsz. Köszi szépen. Szép napot. Sziasztok. Hello. Na jó van. 9:30 múlt pontosan, 2 perccel, egy pici szünet, és aztán, na még egy 10-ig retrozzunk, nem? Persze. Ugorjunk korszakokat, stílusokat, így össze-vissza. Most már így
szerkesztési ambíció nélkül, csak dobáljunk be még néhány dalt. Magyarok is legyenek? Nem, a magyar blokkot kipipáltuk. Magyar blokkot kipipáltuk. Beszélgess csak magaddal. Jaj, fél tíz múlt kettő percen. Na, itt vagyunk, csak közben beszélgetni Gotival, hogy nagyon jól érezte magát, köszöni szépen, és azt mondta, hogy elképzelhető, hogy valamikor még majd visszalátogat, de hát ugye a majdot most ő is idézőjelbe tette. Olvassa azért a magyar sajtót, és tudja, hogy mi történik, úgyhogy úgyhogy igazából, hát ennyi fért bele. Ja, jó, Hans kaput. Hans kaput, igen. Na, szóval, hát kérem szépen, hogy mi történik velünk? Hogy mi történik velünk hétvégén? Hey! Tűzoltók világnapja? Tanuld a tapsod, tanuld a tapsod! Most! Ez az! A Barca indulója! Együtt fogjuk énekelni, felállva egy 90 000 stadionban. Én szerintem a büfébe leszek éppen. Ja? Te meg a gyömöszöled a kaszinó tojás a zsebedbe. Jó lesz. Ezt fölvesszük, jó? Kicsit ilyen, de ilyen szocialista induló, nem? Picit, igen. Na kérem szépen, hát ide megyünk holnap. Már nem szívfájdításként mondjuk egyébként, tényleg nem. Tehát nem akarjuk azokat hergelni, akik sokkal nagyobb Barca drukkerek, mint mi. Egyébként nálunk mindenki csak nagyobb Barca drukker lehet, nem vagyunk azok. De mégis megyünk holnap egy Barca meccsre. Reméljük, hogy ezért nem maragszottok. Visz minket a Beko, hát ezt el kellett fogadnunk, illetve két gólőröm játékosokkal nem is megyünk, és Feri már kim van. Nem illet volna visszautasítani. Igen, nem illet volna visszautasítani, igen. Csak igen, a Beko miatt megyünk. Remélem, nem fogom lekésni. Annyira jó fej. Valahol vásárolok éppen. Próbálok oda. Én meg az állatkertbe akarok elmenni, ott van a közelben. A szállodom mellett most néztem meg. Szóval megyünk, lehet, megyünk. Lehet, hogy kérjük a meccset, mert van delfinárium. Kicsit izgulok, hogy lenne maradjak én. Egy csomó jó dolog van ott. Travik utat mindenképpen akarom nézni. Szóval, hogy mit akartam mondani? Igen, holnap 3-6-kor megígértük, tartjuk annak a három aludni nem tudó nézőknek, aki lesz, egy élő bejelentkezést csinálunk a Facebookon, hogy le legyen tudva a napi posztom, ne csökkentsétek még lejjebb a kötelező kvótát, amit el kell érni. Úgyhogy holnap 3-6-kor már a beszállás előtti pillanatokat mutatjuk majd. János on the repülő. Uh-huh. Tehát ez a projektünk neve. Valamink. Ez, amit mondott az előbb. Úgyhogy gyerekek, hát János sokszor látni BKV-n, annál kevesebb repülőn, ez nem baj, de holnap láthatjátok, hogy a kicsi testével ül majd az ablak mellett, próbálja magát bekötni, és markolász a stewardessek mellé. Így van, ahogy ott állok majd. Egyszer lassogatjában, hogy egy fénydetektorokat próbáljuk megtalálni, hogy mi sípol. És üvölt majd egy zuhanó repülő, hogy lúdott, Bari, hozzá lúdott. Még több lúdott. Szóval ez várható holnap, drága hallgatók. Jó? Úgyhogy ma nem is hívunk naphallgatóját, mert nem kell. Igazából csak zenéltünk. Köszönjük szépen. A ez már az elköszönés. Ez már az elköszönés. Még van egy dalunk, azt leszoktuk adni mindig üzemszerűen, úgyhogy ezt még leadjuk. Igen. A setlistát majd felteszi DJ Oti. Megkérjük, hogy dobja össze, és akkor én felrakom a Facebook oldalunkra. Jó? Hogy mégiscsak legyen egy ilyen egy lista, amit is tudtok hallgatni, hogy milyen dalok szóltak ma. Uh-huh. Jó, Csabikám, jó reggelt, hello. Jó reggelt. Az a kérdés, hogy DJ Oti az például vállal-e közös fotót? DJ Oti nem? Nem. 10 óra 2-kor a lakóbuszában van, 10 óra. 10 óra 1-kor még tudok vele fotózni, nem? Nem, hogyha láttad a Vajdahunyad vára mellett ott a Anonymousnak a szobrát, akkor na, DJ Otiról csak ilyen jellegű image képek, ilyen image fotók készültek, mert az ő arcát még nem látta senki.
Pedig azt gondoltam, hogy ma végre elkapom. Nem. Hát kecskét, azt se lehet lefotózni. Nem, azt meg ő kapja. Nem, itt már elszállítottuk a konténert, ül be és megy ki a repülőre. Nem. Délután úr Ibizán van már, úgyhogy van. Nem. Pedig megdobta volna, nem? A Balázs Facebook oldalát, csak hogy... Nem. Nagyon odafigyel egyébként arra, hogy végig inkognitóban maradjon. Fotóztuk, tehát lehet, hogy egy-két fotó, de az arca egyik fotón sem látszik, föl tudunk majd tenni. Miért rakod fel? Hát ahogy éppen kilép a szobából, visszajön, tehát ilyeneket, van egy-két ilyen fotónk, ezeket meg tudjuk csinálni. Föl tudjuk tenni a Facebook oldalra. Amikor az üres dompeire nyaros pezsgős üveget bedobja a szemetes kosárba. Csabikám, gondolunk rád a Barca meccsen, jó? Érezd jó, magad nagyon jól itthon. Nagyon jó hétvégét kívánunk neked. Én nagyon szeretél volna ott lenni. Hát sajnos így alakult. Igen. Is. Tudod, hogy ez igazából ez mindegy, semmi személyes. Néha egy kis szerencse kell az élethez, néha csak a napos oldalra születni. Te most itthon maradsz, de gondolunk rád mindenképpen. És arra is, hogy nagy Barca drukker vagy, és nagyon szívesen jöttél volna. Erre mind gondolunk. Én jó? Kérdeztem egyébként, hogy mondtam, hogy nagyon szívesen odaadnám valakinek a jegyemet, és mondták, hogy persze, bárkiről van szó, a Bázics, hogy nem. És... Mert hogy te nélkül összetetlen vagy. Az Ibrahimovics, a Barca, az a Barca, ugye? Barca, persze, persze, a Barca, a híros módvégi játékos. Látni fogjuk? Persze. És lőlem fröttyent, ott lesz? Jó, hát jó. Ő a kapus. És a finkidobó hallja menjen innen? Nem, ő most a Kossi címe játszik. Na, egy utolsó kis rövid dallal zárjuk akkor ezt a retronapos stílusosan, mint mindig, mert hogy ezzel szoktuk, aztán némi reklám, és Csabi jön a zenéke. Milyen zenék lesznek, Csabi? Nem ajánlok neked semmit. A DJ Otinak ajánlani, ne viccel. Ez is igaz. Viszont én mondani akartam egy jó kis programot, azoknak a kedvéért, akik kedvelik Bud Spencert és Terence Hillt, ugye a mester most ünnepelte volna a születésnapját a hétvégén, hát sajnos elhunyt már, de ennek ellenére természetesen a rajongók megemlékeznek róla. Most a Corvin moziban lesz egy nagyon jó kis összeállítás 11 órai kezdettel egészen 21 óraig, és ennek kapcsán lesz egy ingyenes kiállítás is, ami megtekinthető. Azt mondja, hogy nézem csak, Szőke Gábor, Keresztes Ágnes, Kurta Lilla, Kneipp Ferenc és Tasnádi Szandra alkotásait lehet majd megnézni a mesterekről, Bud Spencerről és Terence Hillről, plastikákat, képeket, szobrokat, stb. Ja, és ilyen finomságok lesznek, mint például hagymás bab friss kenyérrel. Hát, és krumplissal? Bad burger dupla hússal, hagymás babbal. Jól hangzik. Úgyhogy jól hangzik. Puffilekvár. Csak az adhat mindent legyőző bátorságot, hogy volt. Na jó. Oké, leadjuk még az árodalunkat, vagy nagyon megcsúszunk? Persze. Nagyon leadom majd én. Leadom meg Otinak, hogy leadom, jó? Tényleg? Persze. Igen? Ezt ajánlom Otinak, hogy majd én. Mert mindig itt sírusos, ez mindig ezzel szoktuk zárni. Majd én. Leadom én. Ja. Aha, jó? Be vagy fosva, hogy csúszom. Jó van. Csabjön a kívánság műsorra. Csinálunk majd egy csomó képet, jó? Kösz. De nem mutatjuk meg. Csabikám, jó munkát neked, puszi mindenkinek. Csá. Kedden nem jövünk, hanem mikor jön? Szerdán. Hát, egy hosszú hétvége lesz. És ne felejtsük el, hogy a jövő héten szerdától péntekig hatalmas játékmennyiség lesz, mert hogy ugye, hogyha valaki fizet Mastercard kártyával, az részt vehet a játékban, és utána pedig ennek kapcsán megnyerhet egy rakás különböző dolgot. Karácsonyoztok. Karácsonyozunk. Hát igen. Tudod, igen. Mi van. Akkor karácsonyozunk, amik akarunk. Mi vagyunk a Morning Show. Szevasztok. Puszi. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.